Poloska invázió fenyeget, menedéket keresnek a hideg elől. A kezed életet menthet, felhívás az újraélesztés világnapján. Poroszlai Ildikó emlékérem, elismerés az egyházi kincstárnak. Jó estét kívánok! Október 16-a szerda van, jönnek a részletek. A szakértők szerint idén is poloska invázió fenyeget Magyarországon. Azokon a területeken, ahol eddig is sok volt belőlük, ott ismét nagy számban jelentek meg. Az igazi roham azonban akkor várható, amikor a rovarok elkezdenek menedéket keresni az őszi hideg elől. Hazánkban egyelőre nincs sem természetes ellenségük, sem hosszú távú hatékony védekezés, de a szakemberek most biztató eredményekről számolnak be. Egyre többen találkozhatnak poloskákkal kertesházaknál, tömbházaknál, valamint termőföldek környékén. Jelenleg még csak a lámpafény vonza őket, de a hideg beálltával igyekeznek bejutni a lakásokba egy meleg áttelelő búvóhelyért. Mikor elérték hazánkat, olyan körülményeket találtak, mely megfelelő környezetet biztosít szaporodásukhoz, és egyelőre természetes ellenségük sincsen. A szakemberek azonban biztató jelekről számolnak be. Van nekik egy parazitoid gyuk, amelyik a tojásaiban fejlődnek, ez a szamuráj darázs, amelyről már többször lehetett hallani, amely több déli országban megjelent már, és könnyen elképzelhető, hogy hazánkat is el fogja érni, és itt esetlegesen valamilyen szinten beleszólhat abba, hogy kevesebb állat legyen. Az intézet a munkatársai jelenleg is dolgoznak olyan csapdákon, amelyekkel esetlegesen csökkenteni tudjuk ezeknek az egyet számát. Van olyan, amelyiknek az eredményei egészen biztatóak. Hangos zúgásuk, bűzös váladékuk és kinézetük miatt sem kedvelik őket az emberek, emellett a kertekben és a földeken is problémát okoznak. A poloska növényi nedveket szívogat, mirigy váladéka miatt pedig a termések fogyaszthatatlanná válnak. A lakásokban is nehéz a védekezés, főleg ha már bejutottak, ilyenkor este egy lámpa segítségével elő lehet csalogatni őket. Ebben az időszakban előszeretetve húzódnak be az ablakokon vagy a nyitott ajtókon keresztül a lakásukba. Ezt leginkább úgy tudjuk kivédni, hogyha tabészúnyoghálót szerelünk fel, tehát nem olyat, amely esetlegesen téli időszakban felhúzható és a redőnynek a tokjában helyezkedik el, hiszen ott a redőnytokon keresztül simán be tudnak jutni a lakásba. Ha bejutottak a lakásba, akkor azt szoktam mondani, hogy leginkább azonnal el kell őket pusztítani, agyon kell őket nyomni. A klímaváltozás, áruszállítás és külföldről hazautazók miatt olyan fajok is megtalálják nálunk a megfelelő élőhelyüket, melyek eddig nem fordultak elő hazánkban. A felelőtlen állampolgári viselkedés pedig oda vezethet, hogy véletlenül olyan fajokat hoznak az országba, melyek hazai növényeinkre komoly gondot okozhatnak. Ezért a szakemberek arra kérik a lakosokat, hogy ne hozzanak élő növényt a határon túlról. A kezed életet menthet, ez a mottója az újraélesztés világnapjának, amelyet az Európai Újraélesztési Társaság kezdeményezett. Céljuk felhívni a figyelmet a hirtelen szívhalálra, amely hazánkban is vezető halálok. Statisztikák szerint szívpanaszok következtében 10-szer annyian halnak meg, mint közlekedési balesetben. A gyöngyösi állomáson ma nyílt napot tartottak, ahol az érdeklődők elsajátíthatták az újraélesztés menetét. Jó napot! Hall engem? Legelőször arról kell meggyőződnünk, hogy lélegzik-e bajba jutott embertársunk. Víg Dániel mentőápoló azt mutatja, hogy hogyan. Kicsit megemeljük így a fejét, homlokállal, állát, befogjuk, és akkor hogy nézzük, hogy a mellkasa emelkedik-e. Az újraélesztés világnapján a gyöngyösi mentőállomáson is lehetőséget biztosítottak a szakemberek, hogy bárki elsajátítsa az életet mentő mozdulatokat. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a hirtelen szívhalálra, amely a fejlett társadalmakban az egyik vezető halálok. Vezető halálok a hirtelen szívhalál, és ugyan hiába van mentőellátottság, az újraélesztés túlélését azzal tudjuk javítani, hogyha laikusok elkezdik hirtelen szívhalál esetén az újraélesztést. Ártani nem lehet az újraélesztéssel, tette hozzá a mentőállomás vezetője, sokan mégis attól tartanak, hogy rosszat tesznek, ha nem jól csinálják. A nyílt napon éppen erre volt lehetőség, hogy szakemberek segítségével sajátíthassák el a lépéseket. Zita is azért jött, hogy megtanulja. Alapvetően nagyon kevesen tudják, akinek a családban például nincsen egészségügyben dolgozó, hogy mit kell tenni, hogyha ilyen balesetet lát, vagy esetleg segítségre szorulót. Itt pedig olyanoktól tudhatja meg, akik nap mint nap ezzel foglalkoznak. Minél hamarabb elkezdődik az újraélesztés, annál nagyobb az esély az életben maradásra. A fő protokoll az nem változott, továbbra is a mellkas kompresszióknak a hatékonyságára helyezik a hangsúlyt. Aki esetleg úgy érzi, hogy lélegeztetni nem képes, vagy nem szeretne,
azt inkább hagyja, de a mellkas kompressziónak a folyamatos fenntartása az nagyon fontos lenne. A szív újraindításában nagy szerepe van a defibrillátoroknak, Gyöngyösön már egyre több helyen, közintézményekben is elérhető. Ez kiegészíti a mellkas kompressziót, mondja Fodor István. Fontos, hogy aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-t, akik már telefonon keresztül is segítenek, hogy mit kell csinálni, tette hozzá szakember. Erre már Gyöngyösön is volt példa, hogy telefonos segítséggel sikerült életet menteni. Havonta egy alkalommal kihelyezett tanácsadással várják Gyöngyösön a fogyasztókat a pénzügyi navigátor iroda munkatársai. Sok esetben elkérhet a segítség, akár hitelfelvétellel, életkezdési támogatással, biztosításokkal kapcsolatban is, hiszen a fogyasztók az irodavezető szerint bár egyre tudatosabbak, könnyen kerülhetnek panaszos helyzetbe. Tudatos bankválasztás, a bankkártya használat vagy az eladósodás veszélyei és gépjárműbiztosítás. Több témában is várja az ügyfeleket a Fogyasztóvédelmi és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség pénzügyi navigátor tanácsadói irodájának gyöngyösi kirendeltsége. Havonta egy alkalommal várják az ügyfeleket a polgármesteri hivatalban. A pénzügyi navigátor tanácsadó iroda célja, hogy valamennyi pénzügyi vonatkozású kérdésben tudjon segíteni a fogyasztóknak, kezdve a hitelfelvétellel vagy biztosításkötéssel kapcsolatos előzetes tájékozódásról, termékek, szolgáltatások összehasonlításától, akár az utólagos panasz rendezésben való segítségnyújtásig. Az irodavezető elmondta, sokszor már csak panasz esetén fordulnak tanácsért a fogyasztók, viszont felhívja a figyelmet, hogy érdemes jó előre tájékozódni a pénzügyi kérdésekben. Dr. Baran Alexandra szerint a fogyasztók bizalmatlanok, de egyre tudatosabbak. Egyre inkább látjuk azt, hogy pénzügyi kérdésekben is próbálnak tudatosan dönteni az emberek. Lehet, hogy ez a devizahitelekkel kapcsolatos korábbi események miatt is van, de mindenképpen én azt tanácsolom, hogy bármilyen szerződésről is legyen szó, vagy bármilyen döntésről, vagy személyesen, vagy honlapon keresztül tájékozódjanak. Mint elmondta, az irodát a mostani időszakban leginkább a gépjárműbiztosítással kapcsolatos kérdésekkel keresik fel. Az ügyfélszolgálat nyitvatartását többek között a város honlapján is megtalálják az érdeklődők. Kiemelkedő muzeológiai tevékenységének elismeréseként Poroszlai Ildikó emlékérmet kapott a gyöngyösi Szent Bertalan templom kincstára. A rangos díjat a kiváló muzeológus nevét viselő emlékplakettet ünnepélyes keretek között a Kisvárdai Rétközi Múzeumban adták át. Százhalombatta önkormányzata és a Pulszki Társaság kismuzeológiai tagozata által alapított Poroszlai Ildikó muzeológus nevét viselő emlékplakettet minden évben egy olyan kismúzeum kaphatja meg, amely kiemelkedő muzeológiai tevékenységet végez. A beérkezett javaslatok alapján ebben az évben az elnökség a gyöngyösi Szent Bertalan templom kincstárát találta méltónak erre a díjra. A Pulszki Társaság határozta, hogy legyen a kismúzeumoknak egy külön tagozata. Ennek a szülő anyja Poroszlai Ildikó volt, egy kiváló muzeológus, aki egyébként múzeum alapító is, ő Százhalombattán alapított múzeumot, régészeti parkot, és kiváló muzeológusa volt az országnak. A díjjal a kiemelkedő tudományos és közművelődési tevékenységet ismerték el. Az egyházi kincseket bemutató múzeum 2015-ben elnyerte az év múzeuma elismerést is. A kiállítóhely egyre népszerűbb, és évről évre egyre több látogatót fogad, tudtuk meg a vezetőtől. Jelen vagyunk az országos muzeológiai vérkeringésbe, az rengeteget jelent. Próbálunk ugye szóróanyaggal, bár a reklámra költött pénz az szerintem még ahol nagy pénzeket tudnak rákölteni, ott sem elég, de mi megpróbálunk ott lenni, és azt látom, hogy lépésről lépésre minden évben egyre több a látogató csoport, meg a látogató létszám, és nem csak csoportokban, hanem családokban is. Kiadványokkal is népszerűsítik a kezelésükben lévő kincstárat, templomot, művészeti alkotásokat. A rangos elismerést ünnepélyes keretek között a Kisvárdai Rétközi Múzeumban, az előző évben kitüntetett intézményben vehették át, így a jövő évi díjátadónak Gyöngyös adott hont. Második alkalommal szervezett motivációs napot az Eszterházi Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampusza.
Az intézmény idén az Okos Jövő Fórum a jövő kutatói generációja számára elnevezésű programmal várta az olyan agilis egyetemi hallgatókat és középiskolás diákokat, akik tenni szeretnének a jövőjükért és érdeklődnek a kutató munka iránt. Okos Jövő Fórum címmel tartotta második motivációs napját az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampusza. A tudományos diákköri rendezvénysorozat keretén belül a tavalyi év során először megtartott esemény sikeressége után a kampusz idén is versenyt hirdet a térség középiskolásai számára. A mai alkalommal az idei versenyünknek, tehát az etanévi versenyünknek a promóciója zajlik tulajdonképpen egy kicsit bemutatni a fiatalok számára azt, hogy miről is szól ez a tudományos diákköri tevékenység, jó gyakorlatokat, jó példákat megmutatni. A tavalyi győztes például be fogja mutatni a prezentációját, külföldi hallgatónk is fog prezentációt tartani, tehát hogy tényleg igyekszünk egy színes programot összeállítani számukra, és arra ösztönözni őket, hogy jövőre ők is induljanak. Az esemény egyik célja, hogy bemutassuk a diákok számára, hogy egy ilyen kutató munka miként épül fel, hangsúlyozta a főigazgató. A kollégáink fogják bemutatni azt, hogy mi a szerepe, hogyan készül egy ilyen, mi a szerepe egy tanárnak, mi a szerepe egy hallgatónak ebben a munkában, és hát nem utolsó sorban, ugye, ami a legfontosabb célja ennek, hogy egy kicsit helyhez kössük a fiatalokat, tehát itthon tartsuk őket azzal, hogy lehetőséget nyújtsuk számunkra az intézményünkben tovább tanulni. A motivációs nap keretén belül a tavalyi év egyik győztese, Juhász Ákos is bemutatta a mátrai borokról szóló kutató munkáját. Bemutatom benne a mátrai borok jellegzetességét, akkor az itt lévő, hogy a vállalatok mivel tudnak versenyképesek maradni, tehát ez egy kutatás lényegében. Beszámolok arról is, tehát egy szakirodalmi háttérrel vezetem föl először is az egészet. Az eseményre sok középiskolás diák is ellátogatott, akik szívesen kipróbálnak magukat a kutató munka területén. Igazából tájékozódás céljából jöttem el, hogy megismerjem, hogy mi is érdekel engem igazán, mert annyit tudok, hogy az informatika terén szívesen mozgok. Azok a fiatalok, akik tudományos dolgozatot szeretnének készíteni informatika, gazdaság vagy agrártudomány témában, azok december 2-áig jelentkezhetnek. Szene Gábor parasportolónk az ősz kezdetével sem sporolt a kilométerekkel. A lehetőségeket és a kihívásokat kedvelő fiatalember ezúttal gyors egymás utánban két komoly futóversenyen is részt vett úgy, hogy az egyik alsó lábszára művégtaggal végződik. A Wieser félmaratoni távot 2 óra 22 perc alatt teljesítette Gábor, míg a Spár maratonon váltóban indult, majd a rá első 9 kilométert teljesítve tovább futott magánszorgalomból. Összesen 3 hét különbség volt, illetve mind a kettőre jellemző volt, hogy nem tudtam nagyon készülni különböző okok miatt, és az volt az egy másik különbség, hogy a Wieser, az ugye félmaraton, azt egyénileg csináltam, a Spár maratonnak pedig az első 9 kilométerét csináltam csapatba. Utána leadtam a csipet, és én futottam tovább, tehát a felét megcsináltam, arról van idő, eredményem is kicsit gyengébb lett, mint a Wieser, de a Wiesernek nagyon örülök, mert 2 óra 22 perc alatt sikerült teljesítenem, úgyhogy ez egy remek dolog. Jöttek ki olyan dolgok, amit a protézis fejlesztővel átbeszéltünk, és most azon dolgozunk, hogy az ott tapasztalatokat fejlesszük a két protézisemen, főleg a futón most jelenleg, és utána megkezdem az alapozást. Gábor egy évvel ezelőtt kezdett versenyszerűen sportolni, elsősorban biatlon és triatlon területen. A sikeres hazai versenyeken történő szereplés után több külföldi tapasztalatot is szerzett, és hamar előtérbe került a Japánban rendezendő paraolimpia lehetősége is. Kaptam egy óriási lehetőséget az élettől, megpróbáltam azt elérni, hogy minél jobban oda tudjak érni, és úgy érzem, hogy nem tudok annyi lehetőséggel élni, mint szerettem volna, úgyhogy kevés versenyem volt, kevés pontom van a többiekhez képest, úgyhogy az olimpiára kimegyek nézőként, és a következőt már átérezve fogom megcélozni, hogy tudom, hogy miről szól, mert az, hogy az ember látja ezt tévébe, azt nem érzi azt át szerintem, mint amikor ott van, akár nézőként, nyilván résztvevőként, az meg egy olyan dolog, amit ahonnan indultam, mint hétköznapi ember, és ahol most tartok, még akkor se érzem át, hogy ennek mekkora a jelentőség. Az olimpiai szereplés tehát egyelőre még várat magára, de addig is Gábor szorgalmasan készül. Jelenleg a versenyszezon utáni pihenőjét tölti, de már most azon töri a fejét, hogyan lehet még jobb teljesítményeket elérni, és mely versenyeken fog indulni, hogy a 2024-ben Párizsban rendezendő olimpián biztosan versenyezni tudjam.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette honlapján a be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztatók, valamint a nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezők legújabb listáit. A közzétételi listán összesen 4862 név olvasható pontos címmel, adóazonosítóval. 5 év alatt több mint felével nőtt azon fiatalok száma, akik tudatosan kezdtek el spórolni. Azok a fiatalok, akik az elmúlt években még nem igazán spóroltak, azok hosszú távú megtakarításokba kezdtek nyugdíjas éveikre. A nők többségben vannak a nyugdíjbiztosítások, 55%-a köthető hozzájuk, a férfiak 45%-a takarít meg. Most jönnek a legfontosabbak még egyszer röviden. Poloska invázió fenyeget, menedéket keresnek a hideg elől. A kezed életet menthet, felhívás az újraélesztés világnapján. Poroszlai Ildikó emlékérem, elismerés az egyházi kincstárnak. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális szerdán, jövünk holnap is a szokott időpontban, addig híreinket a www.gyöngyöstv.hu oldalon is elolvashatják. Minden jót, a viszontlátásra!